Magyarország kormánya támogatást nyújtott az Egri Főegyházmegye óvodafejlesztési programja számára. Ennek keretében valósulhatott meg Karcagon a 4 csoportos, 80 kisgyermek befogadására alkalmas katolikus óvoda nettó 595 millióból jövő szeptember végére. Ünnepélyes keretek között tették le a katolikus óvoda alapkövét a Püspökladányi út 14 szám alatt. 7 évvel ezelőtt nagy örömmel és várakozással kezdődött el az a magas színvonalú, értékes és eredményes katolikus szellemiségű nevelő oktató munka az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő Györfi István Katolikus Általános Iskolában, melynek köszönhetően már a igény mutatkozott a keresztény katolikus szellemiségű óvodai nevelésre is, mondta beszédében Kovács Miklósné igazgató. Az alapkőletétel mindig egy újnak a kezdetét jelenti, a jövőbe vetett hitet, mely most is a szívünkben él. Az időkapszulával pedig üzenünk a jövőnek. 7 évvel ezelőtt nagy örömmel és várakozással kezdődött el az a magas színvonalú, értékes és eredményes katolikus szellemiségű nevelőoktató munka az Egri Főegyházmegye fenntartásába kerülő Györfi István Katolikus Általános Iskolában, melynek köszönhetően mára már igény mutatkozott a keresztény katolikus szellemiségű óvodai nevelésre is. A szülők, az iskola, a plébánia, a főegyházmegye együttes, egybehangzó vágya és álma hamarosan megvalósul. Iskolánknak kistestvére születik, annak köszönhetően, hogy Magyarország kormánya támogatást nyújtott az Egri Főegyházmegye számára a Magyar Katolikus Egyház országos óvodafejlesztési programja támogatási cél megvalósítása érdekében. E támogatás keretén belül épül meg többek között Karcagon is a 4 csoportos, 80 kisgyermek befogadására alkalmas katolikus óvoda. Hálásak vagyunk dr. Ternyák Csaba, egri érsek úrnak, hogy elsők között gondolt ránk, karcagiakra is. Az építkezés 595 millió 875 ezer forint plusz áfa összegbe került, várható befejezése 2022. szeptember 26-a. Dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő kormánybiztos szerint is fontos és jeles nap a mai. Fontos és jeles nap ez a mostani, hiszen a karcagi római katolikusság történetében egy új intézménynek az építése kap új lendületet, egy új intézménnyel gazdagodik ez a közösség, amely évszázadok óta a karcagi élete szerves részét képezi, és egyúttal a város is gazdagodik általa. A karcagi oktatásügy, a karcagi a közössége, egyáltalán az a magyar világ, amelyben itt a nagykúrságban élünk. Példaértékűnek tartom azt az építkezést, azt a munkát, ami az elmúlt évtizedekben a karcagi római katolikussága jellemző volt. Lelkiekben, intézményekben mindig megújulva, mindig alkalmazkodva a korhoz sikerült előrébb lépni. És ezt a megújulás jelképezi az az óvoda is, amelyik hamarosan elkészül. Egyúttal a magyar jövőbe és a nagykúrsági római katolikus jövőbe vetett hitet is kifejezi. Én bízom benne, hogy az elképzelés, amely találkozik a város és a kormány terveivel, az folyamatos lesz és sikeres. Fontos kiemelni azt, hogy Magyarország kormánya támogatja a római katolikus egyháznak, a római katolikusoknak azokat az elképzeléseit, amelyek intézményeik fejlesztésében, gyarapításában, közösségeik erősítésében is kifejeződnek. Ez azért is lényeges, mert valamennyi magyar embernek vallásától, felekezetétől függetlenül joga van arra, hogy vallásos életet éljen, gyermekeit olyan intézményekben járassa, tanítassa, olyan intézményekben tudja a továbbképzés számukra biztosítani, amelyek összhangban vannak azokkal a hitelvekkel, amelyeket elfogadnak, amelyeket elfogadunk. Ezért is fontos ez a mostani beruházás, ez az építkezés, mert kifejezi a közösség és az egyén eltökéltségét arra, hogy őseinek hitét megőrizze és továbbadja. Ez minden generációnak kötelessége, és minden generációnak meg is kell ennek felelni, ha azt akarja, hogy az által képviselt értékek azok folyamatosak legyenek, folytatódjanak a következő generációkban is. Csak úgy, mint 1000 év óta az előző és a mostani generációkban egyaránt.
Amikor megkérdezik tőlünk, mi is épül itt, ha eszünkkel válaszolunk, azt mondjuk óvoda, ha a lelkünkkel, akkor egy kincsestár, ahol a legdrágább értékünket fogjuk őrizni. A családnak, a szülőknek, a nagyszülőknek a legdrágább kincsét, a gyermekeket, akiket óvni, védeni és gyarapítani kell. Kívánom, hogy ebben a kincsestárban a gyermekek gyarapodjanak testben, lélekben, a magyar és a katolikus közösség érdekében. Kívánom, hogy egy év múlva gyerekzsivajtól legyen hangos ez az óvoda, fogalmazott F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Ha jól kinyitjuk a szemünket és körbenézünk, mit látunk a szemünkkel? Betont, téglát, építési területet. De ha egy kicsit a lelkünkkel nézünk körbe, akkor kertet. Gazdag kertet, termőföldet és csemetéket. Hiszen az ablakkövet tesszük le, és az időkapszulát, de ebbe a földbe, a fekete karcagi földbe egy magot fogunk letenni. Egy olyan magot, amely néhány év múlva termőre fog fordulni. Egy magot, egy olyan magot, amely gyümölcsfát fog hozni. Hiszen a gyermek egy mag, amely termőre forduló gyümölcsfa, amely örömet okoz mind a szülőknek, mind a közösségnek. És ebbe a kertbe nem csak csemeték lesznek, nem csak növekedő gyümölcsfák, melyek testben és lélekben növekedni fognak, hanem kitűnő kertészek. Kitűnő kertészek, akik vigyázni fognak rá, hogy szépen fejlődjenek, jól növekedjenek, és ha majd innen kikerülnek az iskolába, újból gyarapodni fogjanak, és gyümölcsöt, jó termést hozzanak. És ezek a kertészek, amit mi kertészeknek hívunk, ovónők, dajkák, hitoktatók és otthon szülők. Ha lelki szemeinkkel körbenézünk, akkor itt egy virágzó és gazdag kertet látunk. És te megkérdezik tőlünk, hogy mi is épül itt Karcagon? Mi is ez a csoda, ami fel fog épülni? Az eszünkkel válaszoljuk, akkor azt mondjuk, hogy egy óvoda, egy épület. De ha a lelkünkkel válaszoljuk, akkor egy kincsestár fog itt épülni. Egy kincstár, ahol a legdrágább értékünket fogjuk őrizni. A családnak, a szülőknek, a nagyszülőknek a legdrágább kincsét, a gyermekeket, amiket óvni, védeni és gyarapítani kell. Én kívánom azt, hogy ebben a kertben, ebben a kincsestárban a gyermekek gyarapodjanak testben, lélekben, hogy ők is gyümölcsöt tudjanak hozni mindannyiunk a magyar és a katolikus közösség érdekében. Én kívánom azt mindannyiunknak, hogy gazdagodjanak az itt lévő gyermekek, az idejáró gyermekek, testben, lélekben, mindannyiunk gyarapodására. Szepesi Tibor polgármester megköszönte mindazok munkáját, támogatását, akik részt vettek és vesznek abban, hogy ez az intézmény létrejöjjön. Amikor nem olyan régen utoljára ebben a körben ünnepeltünk, akkor több évszázados évfordulót ünnepeltünk. Ma pedig egy új intézmény születésénél, egy új intézmény alapkő letételénél vagyunk, és vehetünk részt. Én bízom abban, hogy ez is része lesz majd azoknak a későbbi 100-200 éves évfordulóknak egykor, amiket majd együtt ünnepelhetünk ugyanilyen körben. Együtt ünnepelhetnek ugyanilyen körben az akkori városlakók. Amikor utoljára ünnepeltük ezeket az évfordulókat, akkor arról beszéltünk, amiről ma is muszáj beszélnünk, kötelességünk, arról az összefogásról, amely lehetővé tette, hogy ma itt lehessünk, és ez az ünnep, ez az alapkő letétel megtörténhessen. Ez az összefogás jellemezte az eddigi éveket, évszázadokat,
mint ahogy bízom abban, hogy a következő éveket, évszázadokat is fogja majd jellemezni. Köszönöm mindazok munkáját, mindazok támogatását, akik részt vettek, részt vesznek abban, hogy ez az intézmény létrejöjjön, létrejöhetett, és ma itt lehetünk ezen az ünnepen. Én kívánom azt, hogy ez az összefogás, ez az együtt gondolkodás jellemezze a következő éveinket is, és kérek mindenkit arra, hogy ennek szellemében dolgozzunk a következőkben is. Az iskolások műsora után az aláírt alapkőletételi okiratot időkapszulába helyezték. Ebben helyet kapott az óvoda látványterve, dr. Ternyák Csaba érsek levele, a Györfi István Katolikus Általános Iskola dolgozóinak és a Római Katolikus Plébánia Egyház tanácsának a névsora, és több újság és egyházmegyei dokumentum, valamint fotó is. Az időkapszulát Gulyás Zsolt plébános érseki tanácsos megáldotta, majd azt a helyére leengedték.